Plebános úr, elnök úr, egyesületi tagok, akik itt a dísz sorfalat adják most ehhez a polhár köszöntőhöz. Szeretettel köszöntöm őket, és természetesen köszöntöm mindazokat, akik ennek a nagy szervezésnek hívó szavát elfogadták, itt vannak, és úgy gondoljuk, hogy jó helyen vannak. Önöknek, nekünk, nektek itt van 1000 év olyan történelme, ami másnak nincs. Próbál mindenki valami olyan egyedit találni a szülővárosáról, környezetéről, amiben talán különb lenne, vonzóvá tehetné, és sokan még mesterséges ötletekkel is előállnak, csúszdaparkot építenek, és nem tudom micsodát, hogy ezt elhíreljék, hogy na itt jó igazán lenni, tessék idejönni. És itt pedig az évezred adta ezt az egészet, aztán természetesen azzal a művészettel, ami párosul, ami hála Istennek, a magyar örökségnek is így része. Én magam is, amikor kalocsai környezetben jövök, ezt próbálom hirdetni, hogy honnan jövünk, mi az az érték, amit képviselünk. És én nagyon bízom benne, hogy a Géza által említett baráti beszélgetés, a Kalocsai Jövőért Egyesület ezt az értéket is, úgy, ahogy a hitvallásokból ez kiolvasható volt, képviseli, mert egy-egy ilyen báli szezonban történő rendezvény, bál, önmagában persze a kultúránkról, arról, hogy kik is vagyunk, mik vagyunk, a beszélgetésről, a tartásunkról szól, hogy igen, mi úgy gondoljuk, hogy van egy olyan ok, ami miatt ma este itt lehetünk, és beszélgethetünk, és témánk van, és kalocsaiak vagyunk, és szállásiak vagyunk, és hála Istennek ebben a környezetben ráadásul jó érezzük magunkat. És én elég örülök, hogy a hitvallás és az a háttér, amit itt Géza és csapata fölvállalt, én úgy gondolom, hogy ez olyan érték, ami a polgári értékekhez igen-igen közel áll, mi több annak a továbbvivői.